Sziasztok, itt vagyunk Bodonyban, a váróterembe, ez a vasútállomásnak a terme. Ez már a felújítás után, ez egész szépen megcsinálták. Hát itt erre egy pénztár is lenne, csak most nincs. Vajon tudom, mikor van nyitva, mikor nem, de a szokásos tájékoztatótáblák kint vannak, van óra. Itt van egy kis eredményező tábla is, hogy mikor jön vonat, látszik, hogy sok megálló nincsen. De legalább az korrektő ki van írva, szokásos utastájékoztató, a papír alapú menetrend is van, kötelező. Van itt egy infóképernyő is, és szerintem hát működik. Csak picit lassú, de működik, tehát lehet a vonatinfót nézni, menetrendet. És egy egész kultúrált WC-t is kapott az állomás. Úgyhogy ez le is, és mindjárt megmutatom kívülről is. Tehát itt van. Aluljáró, hát ugye liftet itt nem építettek, megoldották ilyen rámpásan az akadálymentességet. Itt épült neki egy B+-szel parkoló is, ezt is megmutatom. És erdefele használják is, mert itt az Alföldön sokan járnak biciklivel. Itt épült egy buszforduló is, meg egy busz megálló, de azt viszont már nem használják, mert ide már betérő busz nincs. Majd kitérek majd erre is egy másik videóban, ami a Mudony-Békés vasútvonalról fog szólni, ami miatt itt is vagyok. Hogy amikor busszal felváltották a vasutat, akkor a vonatpótló busz, mondhatni, vagy az átvett, vagy a volán átvett járatot és indított buszokat, azok itt álltak meg. És egyébként ez maga a felvételi épület, ez az új, itt az utcafrontról. És ez a rengeteg légkondi az ott azért van, mert az emeleti része az nem szolgálati lakás, hanem a Bizbernek az alkatrészei vannak, és a Bizbernek kell a hűtés. Ott a szerverpart, meg a többi, ami pedig és amiatt épült ez oda ki. És hát, ugye akkor nézzük meg itt a busznagát ide építették, viszont ugye a vonat megszüntetés után egy-két évvel ide az állomásra való betérés is csendben megszűnt. Úgyhogy, ugye a buszmegállót ide építették, de látszik, hogy ezt már csak vonatpótló buszok használják. Hogyha vágányzár vagy valami rendkívüli helyzet van, akkor de ide menetlen szerinti busz már nem jön. Vagy megy még? Ezek szerint még azóta megint betér egy pár? Itt van például 8.42-kor indul egy békésre. A végén még jobb lesz a menetben. Bár még 2017 az még átjogott, és akkor az mindjárt itt van. Na, akkor ezt még lehet, hogy megvárom, és akkor lesz egy videó jelenet a buszról is. Az érdekes, mert nagyon sokáig úgy volt, hogy jó néhány éven keresztül, hogy megszüntették ide a betérő buszokat, és Békés felé is alig hagytak meg egy párat. Hát mondjuk, de látszik, hogy összesen ennyi van Mudony meg Békés között, ez meg nem túl sok. Tehát azt mondod, hogy 8.42-kor indul, és ezek a hétköznapiak, tehát egy van még, ami munkanapokon még jár, hát az még talán haza menetel, de jó lehet Békés fele, de például 8.42-es indulás innen az se munkába, se iskolába nem jó, és korábbi meg nincsen ezek szerint. Mert régebben volt egy, amíg 6.50-re ért be, és az meg túl korai volt. Hát nem tudom. 13.47 az mondjuk jónak jó, csak hát ha az embernek mondjuk több órája van, de majd Békésit meg fogom nézni a Békés-Mudonyi menetrendet, hogy elmegy a Mudonyi diákiskolába Békésre, hogy tud hazajönni. Mert régebben azért ebből voltak problémák, hogyha 7 órája volt, akkor már nem volt több busza, vagy csak késő este, vagy késő délután nem haza tudott jönni. Hát és akkor hát ennyit épült egy buszforduló, az meg hátul már a rakodóvágány felé megy. Itt az aluljáró kiállta meg, a szokásos széles viakolomos peront kapta, és ott jön a Mudony-Békés buszjárat. Hát illetve ez Kamutról jön, ez csak betér ide. Hát úgy látom egy krédó, és még a régi ködös volános színe megvan. Ja, a matricát kicserélték dakra, de a ködös volán dizájn az még rajta, az rajta van, és így is marad. Ott megfordul, és jön vissza.
Nincsen rajta sok utas. Jó, még munkaszüneti nap van. Valószínűleg egy sincs. Na jó. Ez konkrétan, ha jól láttam, akkor teljesen üres. Egy darab utas nincs rajta. Ami talán egy helyen megáll Budonyban, ott a város határtábla előtt. Lehet, hogy ott többen szállnak föl. És akkor amit még szerettem volna mutatni, csak ezzel előbb elfelejtettem, hogy nagyon helyesen térfigyelő kamerát is raktak ki. Mezőben ébés van egyébként az aluljárón, és nincs is se összegrafitizve, se szétverve semmi. Azért van neki haszna, és mindenhova rakni kéne. Felújított állomás, ha már szolgálat nincsen, már pedig Budonyban már nem lesz, ez már átkezelt állomás. Mezőberényben se sokáig lesz már. De itt is látszik, hogy a falak tiszták. Jó víz hangzik is. Ennyi, igazából ez csak hozzáról nem grafitizték még össze, nem verték le a tájékoztatót, táblákat sem. Na így néz ki egy rámpás kijárat. Jó, menedek, tehát itt akár biciklivel is föl lehet minden erőködés nélkül menni. Meg tolókocsival is, mond nélkül. És ez olyan szempontból jobb, hogy nem romlik el, mint a lift, meg nem az van, hogy megépítjük a liftet, aztán nem üzemeljük be. Tudnék most hirtelen több példát is mondani rá. Szerintem. Megépül, jó, akadálymentes lesz. Megépítik a liftet is. Jön az ünnepélyes átadás, a lift az ott van, senkit nem érdekel, hogy nincs beüzemelve. Aztán meg nem üzemelni merébe senki, mert minek. Azzal csak nyűg van, nem kötnek szerződés senkivel, hogy üzemeltesse, tehát ott van a lift, de csak vésznek. És a másik az, hogy a rámpás aluljáról nem is tud elromlani. És mivel el van peron tető, ezért még az se lehet, hogy behavazódik, meg ráesik az eső, és akkor csúszik. Mármint, hogyha még mínusz van, és megfagy. Ez főleg ilyen kis állomásokon, meg ahol nincsen állandó személyzet. Ez mindenképpen jobb megoldás. És akkor mindjárt kinézünk ide. És akkor az állomás bemutató videó az ennyi lesz. A Budony békés vonal az majd egy külön videó témája lesz. De ha már úgyis itt vagyok és arról forgatok, akkor bemutatom ezt a felújított vasútállomást is. Így néz ki, és egyébként ez a 129-es Budony békés vasúton, ez pedig a fővonalnak az átmenő vágányai. Na hát, itt ennyi, és ott hátul van még a lakodó, azt így háttér tették, de ott most nincs semmi. Áthaladó vonat sem jön most. Úgyhogy akkor ez most ennyi lett volna. Sziasztok!